az űrhajós, az íriszett mélyén, én akartam lenni. Zselenszky Tamás Negatív térben című dalával örvendeztette meg az igéző elé érkezőket. Az idén 50 esztendős énekessel, ezen túl a Vox Mirabilis kamarakórus koncertjein is találkozhatnak a rajongók. A nemrégiben született együttműködés részleteiről sajtótájékoztató keretében számoltak be. Itt az ideje annak, hogy valódi, igazi előadást hozzunk össze. És úgy gondoltam, hogy mivel hazaköltöztem, mondhatom így, hogy hazaköltöztem, ezért itteni székesfehérvári illetőségű kórust keresek meg. Zselenszky Tamás elárulta, tervei között szerepel könyvek kiadása is, amelyben az egykori Elevenhold zenekar dalszövegei szerepelnek majd. Zemlényi Katica, a kórus karnagya elmondta, hogy őszre terveznek egy közös produkciót, amelyben a pop, rock és jazz dallamok is felcsendülnek majd. Ez egy nagyon különleges dolog, ugye lehet tudni, hogy a Vox Mirabilis kamarakórus több műfajban is otthon van, a klasszikus zenében, az operában és az egyéb klasszikus műfajokban, de egy kicsit a jazz felé is elindultunk, és a spirituálék felé, és a pop felé is már tavaly, úgyhogy amikor Tamás megkeresett minket, hogy jó lenne valamit közösen csinálni, akkor leültünk és beszélgettünk arról, hogy mi is lenne ez a dolog, és hát nagyon nagy örömmel vállaltuk ezt, reméljük, hogy hosszú távú együttműködés lesz. Az egykori Eleven Hold zenekar frontembere természetesen továbbra is járja majd az országot, és számos helyszínen, köztük Székesfehérváron is fellép majd.